Elindult a szilveszteri bevásárlási dömping a boltokban. Drágultak a hozzávalók a pezsgőhöz, virslihez, malachúshoz. Nagyjából az infláció mértékével megnövelt áron lehet hozzájutni. A tavalyihoz képest idén 10-15%-kal kerülnek többe a szilveszteri sláger termékek. Előtérbe kerültek az alacsonyabb árfekvésű árucikkek, míg a prémium termékeknél visszaesés tapasztalható. Én ezért a szilveszteri alapkészletért 4573 forintot fizettem. A kosaramba lencsét, pezsgőt és virslit tettem, de a híradónknak nyilatkozó vásárlók szilveszteri asztalára más is felkerül. Mézes mustáros csirkecomba. Szerintem lencse főzelék, maradt sült. A virsli az biztos, a lencsét nem szeretem. Megindult a boltokban a szilveszteri vásárlási roham, egyre több virsli, pezsgő, lencse kerül a kosarakba. Arra számítunk, hogy holnap és holnap után jelentős mértékű lesz a forgalom emelkedése. Körülbelül duplájára számítunk az átlagos időszakhoz képest. Annak ellenére, hogy némiképpen magasabban alakulnak az árak, mint egy évvel korábban, most is érzékelhető az, hogy a minőségi termékek előtérbe kerülnek. Igaz ez a pezsgőre, de a virslire is. Továbbra is az édes pezsgő vezeti az eladási toplistát, de egyre jobban teret nyernek a félszáraz-száraz pezsgők. A kínálat mindenhol széles skálán mozog, ahogy az árak is. Egyértelműen az édes. Sajnos én édes pezsgős vagyok. Kölyök pezsgő. Az is csak azért jönnek az unokák is. Vagy pancsoljanak. Az inflációval azonos mértékben nagyjából 10-15%-kal nőttek az árak a tavalyihoz képest, de a legolcsóbbtól a legdrágábbig szinte minden árszinten kaphatók a szilveszteri sláger termékek. Ahol a jövedelem erősen szűkülő, és általában hónap végére elfogy a pénz, ez a magyar családok kétötödére jellemző jelen pillanatban. Számukra is azért van kínálat, sokkal alacsonyabb árszintű termékekből kínálat az abszolút megfelelő, a kereslet pedig szintén igazodik az a jövedelem szinthez, ami kialakult az elmúlt évben. Nagy a verseny a kereskedők között, akciókat alkalmaznak. A prémium termékeknél volumen visszaesés tapasztalható. A húskészítmények tekintetében van a legmagasabb áremelkedés a tavalyi évhez képest itt a szilveszter környéki termékek kapcsán. Az italokban, a pezsgőkben nem olyan nagy mértékű a változás a tavalyi évhez képest, de ugye itt is nagyon eltérő a kínálat, tehát kevésbé lehet összehasonlítani a teljes kínálatot, de egy-egy terméket, hogyha górcső alá veszünk, akkor igen, azt tapasztalható, hogy a húskészítményekben magasabbak az árak az idei évben. A karácsonyi bevásárlások után többen inkább a lakóhelyükhöz közeli üzletek egyikében vásárolnak be a szilveszteri menühöz.